Makovecs stílusban közel 1800 négyzetméteres területen épült fel Fehérgyarmat kedden átadott piaccsarnoka. Mivel ilyen létesítmény eddig nem volt a városban, több évtizedes hiányt pótol. Nem felújítunk, hanem létrehozunk valami újat, mely erősíti Fehérgyarmat térségi szerepét és városi rangját. A megnyitó még üresen álltak az árusító asztalok a csarnok zárt részében, amely a folytatásban a helyben előállított termékek piacra jutásának biztosít otthont. Egy olyan helyi termékértékesítési szintér jött létre, amely időjárástól függetlenül ki tudja szolgálni az itt élőket, illetve a kereskedőket. El lehet mondani, hogy eddig városunkban nyitott piac volt, tehát hóban, fagyban, sárban, vízben kellett az embereknek piaci vásárlásokat végezni. Nagyon népszerű a fehérgyarmati piac, hiszen mi térségközpont is vagyunk, tehát elmondhatjuk, hogy 50 település, közel 38 ezer ember tartozik Fehérgyarmathoz. A gazdaságfejlesztés mellett az életminőség javítását is szolgáló beruházás 625 millió forintos forrásból valósult meg, melyhez az állam mintegy 30%-os támogatást nyújtott. Az átadón az innovációs és technológiai miniszter azt hangsúlyozta, az új csarnok leképezi azt a stratégiát, amelyet a minisztérium is követ. Ezt három dolog jellemzi: a nemzeti, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság. Itt ugyanis magyar termékeket adnak el, a létesítmény hozzájárul a helyi kereskedelem ösztönzéséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez, az épület tervezésénél pedig energiahatékonysági zöld szempontokat vettek figyelembe. A piaccsarnok fűtését a hőtermelés és hőnyerés útján megújuló geotermikus energiával biztosítjuk, hőszivattyús rendszert működtetünk, a meleve egy hatékony rendszert jelent, olajszondákkal kiegészítve az udvari térvilágításnak az elektromos energiigényét napelemekkel biztosítjuk, illetve az épület szigetelése, a homlokzat, nyilászárok, három réteg üvegézésűek, tehát ilyen értelemben minden olyan szempontot figyelembe vettünk, amit egy ilyen épületnél figyelembe lehet venni. A miniszter hozzátette, a gazdaság visszaerősödésének egyik jele a fehérgyarmati csarnok is. Az épületet az ünnepélyes szalagátvágás és megszentelést követően vehették birtokba a helyiek.